الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Van-e a kereszténységnek ma önvédelmi képessége az iszlám térhódításával szemben? Na most nincs semmi, hát ez a legnagyobb probléma. Tehát teljesen készületlen a kereszténység erre, és azt hiszem, hogy a keresztény vallás az teljesen tehetetlen az iszlámmal szemben. Tehát ez mindig is az volt. Mondok egy példát erre, mert ez egy nagyon érdekes történelmi tény. Az abbászida kalifátus virágkorában már, mert Al-Mahdi ideje, tehát tulajdonképpen ez a 8. század második fele, 9. század első fele, tehát ez az abbászida virágkor, akkor történik meg az, hogy nem csak katonailag győzött az iszlám, hanem szellemileg is győzött. Tehát a kereszténység tulajdonképpen a kezébe adta a muzulmánoknak azokat a szellemi fegyvereket, amikkel aztán a kereszténységet legyőzte az iszlám. Ez a görög filozófia volt, a logikus gondolkodás. Római jog. Római jog, meg egyáltalán tehát orvostudomány területén, tehát keresztény tudósok fordították a nagy klasszikus görög műveket, és a görög logika mentén aztán kiépült az iszlám teológia, és hát egy nagyon impozáns rendszert sikerült, ami hihető volt, tehát amivel a kereszténységet tulajdonképpen egy ilyen kulturális harcban lehetett győzni. Most, hogy mennyire vesztésre állt a kereszténység, és ezt a legjobbak látták, ez abból lehet látni, hogy első Timóteos, ez egy híres patriarka volt, aki nesztoriánus volt, tehát egy időzőjelben eretnek egyház, bár a mostani katolikus teológusok azt mondják, hogy a nesztoriánizmus az tulajdonképpen nem pozitív eretnekség, tehát olyan értem, hogy direkte tévtannal, hanem rosszul fogalmazott igazság. Tehát fogalmazásbeli gyengeség van ott jelen, nem pedig hitbeli tévedés. Na most a nesztoriánus patriarka, aki ugye egyébként Perzsiában, gond és áporban székelt volna, ugye a kalifának a intencióira Bagdadba költözött, és oda tette a székhelyét. És ott voltak vallási viták, tehát ő megjelent ott a kalifa társaságában, és ott voltak vallási viták, ennek megvannak a irodalmi lecsapódása és keresztény oldalon. Most nagyon érdekes, hogy ez az első Timóteosz mit csinál, mert ő egy nagy egyházszervező is volt, világosan látta, hogy a kereszténység helyzete az iszlám birodalmon belül teljesen kilátástalan. Missziuálisok küldött ki Kínába és Indiába, tehát hova? Az iszlám birodalom határain túlra. És 9 püspökséget alapított. Tehát az ő életében 9 püspökség alakult, tehát 9 egyházmegye. Most ezek a bizonyos Tamás keresztjének, Tamás apostolra hivatkoznak, mint ugye térítő apostolra, hát ennek megvan a teológiai lény, de a történelme alapja nem sok van. De valószínűleg a nesztoriánus misszióból keletkezett egyházak vannak ott, akik természetesen Tamás apostolban találták meg azt, onnan az apostolika szukcesszió ugye levezethető, és inkább későbbi legitimációról van szó, mint a történelmi tényről. De kétségtelen, hogy ő látta az iszlámnak az esélyeit, és azt is látta, hogy nem megy. Nem tudja, tehát az iszlám győzni fog. És emiatt gondolta, hogy a kereszténységet újra kell alapítani az iszlám birodalom határai kívül. És oda kell áttelepíteni tulajdonképpen. Ma is van erre esély? Most azért én ezt nem mondom, ez így látszott, és ez tényleg be is teljesedett. Na most nehéz kérdés az iszlám kérdése, mert az iszlám az nem úgy terjed, ahogy keresztény szekták, mondjuk Jehova tanúi, vagy ahogy akár a krista hívők, tehát hogy mennek és egyes embereket meggyőznek, és akkor szaporodik a számuk, stb. Hanem az iszlám az úgy fog terjedni, hogy hirtelen. És nem pozitív felismerésként, hanem menekülési útvonalként. Ez az én meglátásom erről. Elég ijesztő kép, tehát az emberek menekülni fognak az iszlám oltalma alá. Mindaz elől, amit Európa jelent.
Időnként női hisztérikus rohamban ez szemlélhető. Tehát én nekem volt alkalmam például egy inkább katolikus társaság előtt az iszlámról előadást tartani, és hát egészen furcsa helyzet alakult ki. Én beszéltem az iszlámról tárgyalagosan. És a hallgatóság megsértődött. És elkezdtek velem vitatkozni. Most hát mondtam, hogy nem vitatkozni jöttem, hát ugye az iszlám fölött, mert ennek semmi értelme nincs. Kíváncsi voltak az iszlámra, én elmondtam, hogy milyen. Na, de ők úgy beszéltek, mintha én muzulmán lennék, hát én nem vagyok muzulmán. És próbáltam, hogy arra vezetődött, hogy megérteni lehet valamit anélkül, hogy azzal egyetértenék. Tehát ez egy európai szellemi magatartás, ez nem valami külön. Lényeg az, hogy nagyon gorombán viselkedtek velem. Tehát volt, aki tiltakozásból kifonult. Egészen, hogy mondjam, már úgy voltam, hogy hát fogom magam, azt összecsomagolok, aztán ott hagyom őket, tehát így viselkednek velem. Tehát azért kitartottam, és egy nő, egy fiatal asszony fölállt, és egy kicsit, nem mondom, hogy hisztérikusan, de nagyon emelt hangon és olyan kétségbe esve magyarázta, hogy miért kell ezt csinálni, ugye? És akkor azt mondta, hogy én egyedül élő nő vagyok, a férjem ott hagyott két fiú gyerekkel. És két fiú gyereket nevelek. Borzasztó nehézségeim vannak a gyereknevelésben, nincs apjuk. De most már tudom, hogy melyik az a vallás, amelyikhez csatlakoznom kell ahhoz, hogy a gyerekeim egészséges emberek maradjanak. Hogy ne legyenek belük homoszexuális, ne legyen belük ez, meg az, meg amaz. Engem is meglepett ez. Hogy az iszlámban valamit, olyasmit látott meg, ami menekülési útvonal az Európa által, ugye a szexuális szabadosság, stb. Által okozott személyes nyomorúságából, mert ne felejtsük el azt, hogy a férfiak annyira hűtlenek, az a benne van a társadalomnak a közfelfogásába. Vagy a nők, most teljesen minden, mind a két nem egyformán gyakorolja. Tehát az, hogy hát ez nem olyan bocsánatos bűn mondjuk félrelépni, vagy valami. Gyengeségről van szó. Tehát mi iszlám erőnek látjuk azt, ami a gyenge. Na most, hát hogy mondjam, majd mondjuk egy másik példát. A kamat kérdése. Ez egy híres dolog, hogy az iszlámban tilos a kamat. Nem lehet kamatot szedni. Nem tudom, ez nem annyira ismerős? Abszolút tilos. Tehát nem úgy, hogy Calvin azt mondja, hogy 6% maximum, vagy... Szóval voltak nagy tanítók, akik azt mondták, hogy ennél többet tisztességtelen szedni. Mert ez már uzsorra, stb. Nem, egyáltalán a kamat tilos. Na most a kamat tiltás Mohamed logikája, vagy az iszlám logikája, szerintem a muzulmánok ugye nem Mohamed okosságából vezetik le az iszlámot, az Istentől. Tehát ugye azt mondjuk, hogy Mohamed, akkor hát ugye ők úgy értik, hogy az Úristen törvénye ez. De Mohamed közvetíti. Ugye Mohamed megtilt mindenféle kamatot, de nem csak a kamatot tiltja meg, mert igazából nem a kamat a tilos, hanem gyökerében a kockáztatás a tilos. Tehát se kockáztatni, se kockázatot vállalni, semmit nem szabad. Ezért nem szabad, hogy mondjam, célba lőni, vagy szerencsejátékot játszani. Ez mind tilos az iszlámban, tehát szerencsejáték teljesen tiltva van. Tehát nincs totó, lottó, szóval ilyenek nincsenek. Mert nem szabad kockáztatni. Na most ugye a kamat, az tulajdonképpen, ugye kockán, most már így is nevezik, hogy kockázati felár, ugye? Hogy azt szedem, mert nem kapom meg a pénzemet, tehát valahol be kell szedni, ha meg nem kapott pénzt. Na most ez teljesen eleve tilos az iszlámban. De iszlámbankok vannak, és kamat nélkül is lehet működni. Ennek ugye megvan a logikája, tehát mert a banknak is meg kell élni valamiből. Na de ez úgy megy körülbelül, hát egy egyszerű példával el tudom mondani. Tehát mondjuk építeni akarok egy házat, az 20 millióba kerül, van 10 millió. Akkor úgy megy a dolog, hogy a bankhoz fordulok kölcsönér. A bank biztosítja a másik 10 milliót. Akkor a bank tulajdonába átmegy a ház fele. Most elkészül a ház, akkor a fele az enyém, fele a bank tulajdona. De én lakom benne, tehát a feléért fizetem a lakbért a banknak. És kezdem törleszteni a kölcsönt.
És ahogy törlesztem a kölcsönt, a bank tulajdona csökken, az én tulajdonom nő. Csökken ugye a bérlet is ezzel arányba, és a végére elfogy. Tehát van bizonyos futamidő ott is, bizonyos rendszerint kell fizetni és törleszteni, és a végül elfogy, és akkor a bank tulajdona nulla lesz, és nulla lesz a lakbér is ugye emiatt, és az enyém lesz az egész. Amit egyébként rögtön a nevemre írnak a felét, és akkor ugye a banknak elfogy a része. Na most ez a logikája, ilyen leasingelési jellege, nem értek a gazdasághoz, csak hát ez a logikája. Tehát tulajdonképpen egy használati értéket fizetek kamat helyett. Mert használom a lakást. Tehát egy eléggé reális menete van a dolognak, tehát követhető logikailag. Most ugye nálunk ugye Európában, tehát vannak olyan iszlám intézmények, amik óriási menedéket jelent az európai embernek, aki ugye fölsül, mint devizaadós, vagy szóval, hogy mondjam, ha valaki megismerik az iszlám pénzrendszerrel, akkor pláne, hogyha túl van egy devizaadóságon, és még úgy is, hogy a kormány megsegítette, még úgy is rengeteget ráfizetett, annak az fölfigyel erre, hogy hoppá, itt van valami. Tehát ilyesmi a probléma. És ezért az iszlám missziónak a célja mindig, mivel a muzulmánok a saját vallások magas rendőrségéről teljesen meg van a győződve, tehát ők a társadalomnak, tehát mondjuk a magyar társadalomnak a szellemi krémjét célozzák, meg azt kell áttéríteni. A Tudományos Akadémia muzulmánnál lesz, akkor majd az leszivárog a legbutább emberik, tehát az iszlám el fog terjedni. Szóval ez egy félelmetesen furcsa világ és gondolkodás, és szerintem az iszlámnak ott van az esélye, hogy Európa egyszerűen lehetetlenné válik a tehetetlensége miatt.